A mindennapok szürkeségébe egy kis muzsikával varázsolt üde színfoltot a Székesfehérvári Fúvós Fesztivál szombaton. A járókelőket megállító koncerteket ezúttal három zenekar biztosította. A Székesfehérvári Fúvós Zenekar, a Martonvásári Fúvós Zenekar és a Nagykanizsai Fúvós Zenekar szórakoztatta a belváros közönségét. Az utóbbi csapat már nem először jár Székesfehérváron, és ilyen messziről érkezve is örömmel vállalták el a felkérést, ezzel is népszerűsítve a fúvós zenét. Azt gondolom, hogy a fúvósok egy jó társaság, a zene az egy jó ügy, a fúvós zenekarok, és van egy ilyen összeállítás, hogy koncert fúvós zenekar, ahol a fúvós hangszerek mindegyike megtalálható, a fagott, oboa, a szaxofonok, mindenen át, és egy ilyen összeállítású együttessel mindenféle zenét el lehet játszani. A fúvósok ez alkalommal is igen változatos repertoárt mutattak be. A jazztől kezdve a popon és a klasszikuson át, a rock és a filmzenék stílusát is felvonultatták a zenekarok. Hámori János, a Székesfehérvári Fúvós Zenekar karvezetője elmondta, ez is nagyban ösztönzi a fiatalokat arra, hogy csatlakozzanak ehhez a közösséghez. Hála Istennek, egy pár évvel ezelőtt megalakult a Herman László Zeneiskolában egy utánpótlás fúvós zenekar. Nagyon örülünk neki, most Zsédei Tamás vezetésével működik, ahonnan folyamatosan kapunk utánpótlást. Időről időre egy-két ember mindig csatlakozik, amúgy nagyon sokan vannak most is a zenekarban, akik itt alapító tagok, engem is beleértve. A pergő dobok és a zengő trombiták, harsonák és kürtök idén is rengeteg járókelőt megállítottak a város szívében. A változatos zenei műfajokban játszó zenekarok idén is fergeteges műsorral készültek, mint ahogy az elmúlt több mint 30 évben minden fehérvári fúvós fesztivál alkalmával.